Jó estét kívánok! A nyaralóknak is adunk hasznos tippeket, mert hogy megjelent az, hogy hova lehet fordulni, hogyha valaki COVID-teszttel szeretne szabadulni a karanténból, mert veszélyes országból jön haza. De nem ezzel a témával kezdünk, hanem azzal, hogy megmondom, hogy kik azok a szerencsések, akiknek köszönjük, hogy a stúdiót választották, mondjuk a Balaton, vagy a Velencei tó, vagy az Adria, vagy ki tudja milyen nyaralóhely közül. Borgula András, Márki-Zay Péter és Molnár Gyula, köszönöm szépen, hogy eljöttek. És nem a COVID témával kezdünk, hanem azzal, hogy szokás szerint Orbán Viktor, ha péntek, akkor rádióinterjú, és ebben mindig vannak idézhető mondatok. Most például megtudhattuk, hogy itt nem arról van szó, hogy az Unió ad nekünk pénzt, hanem mi szerezzük vissza azt a pénzt, ami igenis nekünk jár, hogy pontosan hogy értette ezt Orbán Viktor, erről szól a következő bejátszó. Ma reggel ismét a Kossuth Rádióban járt Orbán Viktor kormányfő, ahol elmondta, a magyar kormány válságkezelő eszköztára fontos pontokon tér el a többi országétól. Szerinte ilyen a beruházások támogatása. 21-es évben egy olyan beruházási boom mutatkozik majd a magyar gazdaságban, amire régen volt példa, és jobb állapotban fogunk kijönni a járványból, mint ahogyan belementünk. A kormányfő kijelentette véleményét az uniós támogatásokról is. Nagy fenét, nem kapunk pénzt az Európai Uniótól, az innen, nyugatiak által innen kivitt pénz egy részét szereztük vissza. A nemrégiben elfogadott uniós költségvetés kapcsán azt mondta, Magyarországnak jár valamiféle esélyegyenlőséget teremtő pénzügyi visszatérítés. Megengedjük, hogy beruházzanak és versenyre kényszerítsenek bennünket, holott mi körhátránnyal indulunk. Ezt mind vállaljuk, és ezért cserébe viszont azt várjuk el, hogy az így létrejövő gazdasági nyereségből, profitból annak egy bizonyos méltányos részét, azt juttassák ide vissza, mert az a miénk, azért mi dolgoztunk meg. A DK úgy véli, Orbán Viktor téved. Dobrev Klára szerint ezt a kijelentést akkor lehetne komolyan venni, ha a kormány megadóztatná az uniós pénzekből gazdagodó cégeket. A Jobbik elnöke útközben reagált az interjúra, és azt mondta, azért visznek ki sok pénzt a multik az országból, mert sok pénzt kapnak a kormánytól. Ugye Orbán Viktor egy hüvelykúj szabályt is említett, ami úgy néz ki, hogy a 70-80% annak a pénznek, amit az EU visszatérít nekünk, a nyugati cégek által gyártott termékek vásárlására és beruházásokra megy el, és akkor így mindenki jól jár. Kinek stimmel ez az okfejtés? És ha nem, akkor miért nem? Hát csak annyit szeretnék megmondani, hogy ha az igaz lenne, akkor Mészáros Lőrinc lényegesen kevesebb pénzt kapott volna, hiszen mind a nyugati cégekhez ment volna, és nem Mészáros Lőrinchez. Hadd mondjam azt, hogy nagyon kezdek aggódni a köztévé állapotáért. Lehet, hogy el van romolva ott a légkondicionáló, és ez a nagy meleg, mert hogy egyre aggasztóbb a miniszterelnöknek ezek a péntek reggeli mondatai. Szóval valami elképesztő gondolatok fogalmazódnak meg tőle. Ugye ebben az interjúban számtalan volt még, majd lehet, hogy erre is lesz időnk, hogy kitérjünk. Ez egyszerűen nettó hazugság, amit mondta. Tehát egyszerűen Magyarország ennek az egész uniós történetnek a haszonélvezője. Az, hogy a multicélk itt befektetnek, az egyértelműen az a döntésnek az eredménye, hogy elképesztően alacsonyak a nyereségadók, a szakszervezeteket szétverték, és gyakorlatilag korlátlanul ki lehet vinni a pénzt. Most ne legyen erre büszke a miniszterelnök, és ne mondja azt el, hogy most visszaszerezte ezt a pénzt, mert ez szerintem semmi, de semmi módon nem függ össze egymással. A multik kegyeiért minden kormány szintől függetlenül verseng, azért ezt tegyük hozzá? Azért azt gondolom, hogy persze az normális, hogy munkahelyeket teremtünk, az normális, hogy valamilyen szempontból a gazdaságot kell fenntartani, de azért az, ami itt történt az elmúlt időszakban, a rabszolgatörvényre gondoljon bele a 9%-os nyereségadóra, gondoljon bele arra, hogy milyen módon a munkatörvénykönyvét megnyírbálták, azért erre nem hiszem, hogy büszkének kell lenni, mert nem hiszem azt, hogy az a munkaerő, amelyik itt Magyarországon van, az értéktelenebb lenne akkor, hogyha egyébként védenénk mi magyarok a magyar kormány jogait. Hogy nézve a miniszterelnököt, nekem a szakmám miatt mindig különböző színei előadások jutnak eszembe, és ez teljesen a Goldoni két úr szolgálja, tehát hogy így van egy jelenet, amikor a szolga kiberohangál a két palota között, és úgy látom, hogy megszereztük a pénzt, megvan a miénk, nagyon kevés pénzük van, adjatok pénzt, nem is megszereztük, hanem az nekünk jár, tőlünk itt kell, léci, nincs a pénzünk, és így mi meg így nézzük, és igazából talán nevetnénk, hogyha nem a mi bőrünkre menne a vásár,
De fantasztikus, hogy ismer, hogy fantasztikus retorikával magyarázza meg, ami teljesen felesleges megmagyarázni, mert hát tökre kilóg a lóláb. Tehát tényleg hatalmas transzparensekkel köszöntjük a multicégeket, amikor bejönnek, és olyan adókedvezményeket kapnak, amiket mi művészek még csak álmodni sem merünk. Majd utána az van, hogy a mocskos szemérládák, itt megengedjük, hogy befektessenek, hát ez csodálatos, nem megengedjük, hogy befektessenek, és ilyen Rózsa Sándor, visszaszedtük, ami visszajár, legalábbis egy hüvelykújnyit. Nagyon-nagyon szórakoztató. Jó, de azért alapvetően működik ez a narratíva, nem? Tökéletesen, mint állandóan rászavazunk. Hát most már nem is értem. Tehát tényleg, hát szeretjük ezt a mozit, vagyis legalább az ország egy része biztos szereti, de hogy így vegyük már észre, hogy nem egy mozi, hanem ebben élünk, és az egy dolog, hogy minket elszórakoztat valaki, de hogy amikor az életünket befolyásolja, akkor egy kicsit gondolkodjunk már el. Hát meg ugye abban a térségben, ahol nagyon sokaknak az élete múlik azon, hogy ott van-e az a multi, és nem csak abban, aki ott dolgozik a szalag mellett, hanem a beszállítói lánc végigpörög, ott tényleg ez számít, és nem bánja, hogy mennyi kedvezményt kap ez a multi, nem? És ez a rendkívül nacionalista magyar kormány, aki ennyire büszke a multik elleni harcra, minden hozzánk hasonló helyzetben lévő országhoz képest sokkal több nyugati tőkét úgymond enged be és kéri ki, hogy fektessenek be Magyarországon. Tehát mi sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk, ha úgy tetszik, ebből a szempontból a nyugati cégeknek. Munkahelyteremtés, minden egyéb szempontból. Tehát Magyarországon a munkaerőnek óriási hányadát ők foglalkoztatják, és a többi. De mi lenne az alternatíva? Úgyhogy ez működőképes legyen. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan példa van, Kelet-Közép-Európában is, de nem kell tényleg nagyon messzire menni. És még azt sem mondom, hogy a kormány a retorikája ellenére, vagy éppen néha annak megfelelve, valójában nem folytat ténylegesen szabadságharcot, mert egyébként vannak olyan területek, ahol a nyugati cégeknek a részesedése lényegesen csökkent, a bankszektor. Például ilyen az energetika úgy szintén, az más kérdés, hogy lehet, hogy az én ízlésem szerint mondjuk egy állami tulajdon egy energetikában az indokolható lett volna, a Mészáros Lőrinc tulajdon már nem feltétlenül. Ha egyébként tényleg őszintén kíváncsi erre, akkor azt gondolom, hogy majd egyszer visszatekintünk. Úgy szoktam kérdezni. Akkor helyett, csak azt akarom mondani, hogy ne legyünk már erre ennyire büszkék, hogy volt egy olyan tízesztendő, amikor energiaárak alacsonyak, amikor a pénzek rendelkezésre álltak a világba, uniós támogatások, a gazdaság prosperál, a mi szövetségeseinknél a gazdaság szárnya, és ehhez képest nem egy modern Magyarországot építettek, hanem egy összeszerelő üzemmé vitték vissza. Tehát ez egy nem olyan ország lesz, ami majd 10 év múlva, amikor baj lesz. Ha valamikor baj lesz, akkor ez ki tud saját maga jönni a gödörből, mert nincs például 21. századi fejlesztés, nincs az informatikában, nem vagyunk kis tigrisek, ez egy csomó minden nem történt pedig meg. Pedig Matolcsi György pont ezt mondta, hogy mi lehetnénk itt a térség kis tigrisei. Hát, tehát, hogy azért ez ott van a... Csak ehhez olyan iparág, ahova kellett volna befektetni, ahol persze. A magyar munkaerő versenyképes lehetett volna, ez azt jelenti, hogy magas képzett munkaerő, ne adj Isten, magyar cégek. De azt látjuk, hogy néha csinálnak is egy-egy ilyen turul és hasonló magyar márkát, és ezek egyik se versenyképes. Ez ugye valószínűleg nem fölülről kéne eldönteni, hogy melyik legyen az, hanem az alulról a meglévő kezdeményezések. Ez szándék, hogyha ha az ember kövekbe teszi a pénzét, az a nem jövőt épít, mert 10-15 év azokat újra kell építeni. Ez egy nagyon-nagyon komolyan elszalasztott tízesztendő volt Magyarországnak, vagy így fogjuk ezt egyszer nézni, és teljesen egyetértek veled, amit mondasz, hogy egyszerűen elképesztő, hogy a saját bázisának ilyen népies fordulatokkal, hogy egy hüvelykújt megszereztük, ez egy gyakorlatilag kis pipája, és nem foglalkozik azzal a maradék 2,5-3-4 millió valaki már nagyon-nagyon utálja őt, hogy őket megpróbálja meggyőzni. Ezek nettó hazugságok. Hát azt mondani ma reggel, hogy a magyar egészségügy európai színvonalú, hát ne haragudjatok már, de ezt elképesztőnek tartom. És ha már Matolcsi Györgynek a vezetési tankönyveit olvassa, hogy kanyarban kell előzni, akkor még nem olvassa el a Magyar Nemzeti Bank a Matolcsi kollégák által írt anyagot, viszont a magyar egészségügyben az oktatás, az a visegrádi négyek mögött vagyunk már. Tehát le vagyunk szakadva, hát ez nevetséges, és ezt el lehet mondani egy olyan képpel, mint hogyha mi sem történt, és nem szakad le semmi, nem történik semmi, és megyünk tovább. Ez egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy miért ez az irány, és talán megfejtheti, ugye volt egy kutatás pár hete, hogy valaki minél inkább kilátástalan társadalmi helyzetben van, minél inkább alsó tizedében él a társadalomnak, annál biztosabb, hogy Fidesz szavazó. Na most neki nem az lesz a lényeg, hogy a jövőbe meg a szürke állományba fektessen a kormány, hanem hogy ott legyen az a munka, a minimálbérért minimum. Ez a megfejtés? A szavazók? Ez egyértelmű, ez is egy nagyon komoly szempont.
Tehát kétségkívül, hogy sokkal könnyebb úgy manipulálni egy lakosságot, hogyha nincs meg a hírek értelmezés. Nem csak a hírek nincsenek meg, hanem a hírek értelmezéséhez nincs meg a tapasztalat, a felkészültség, a tájékozottság, vagy éppen a nyelvtudás. És minél nehezebb helyzetben vagyunk, annál inkább szeretnénk hinni bárkinek, aki jót mond. Bárkinek. Tehát, hogy én nagyon nehéz helyzetet látok itt magam körül, akkor azt akarom, hogy a mi miniszterelnököm azt mondja, szuper az oktatás, fantasztikus az egészségügy, belőzünk a kanyarba mindenkit, rengeteg az átlagkereset, szeretem a cigányzenét, az unokámmal posztolok fotót, és minden csodálatos, mert annyira nehéz a környezetem, és akarok ennek hinni, ez egy alapvető emberi tulajdonság, ezt látjuk a színházban nap, mint nap. És persze hiszek is, mert hogyha szembesülnöm kell a valósággal, ami körbevesz, az csupa kérdés, csupa nehézség, csupa bizonytalanság a saját privát szférámban is, és a szélesebb szférámban is. Nem akarom azokat a híreket hallani. Nagyon nehéz. És hát nem is hallja, mert bármikor kijelentették, hogy mi soha nem kampányoltunk Juncker ellen. Ugyanígy ki lehet jelenteni azt is, hogy egy fenét jött ide pénz az Európai Uniótól. Na, hát azért mondjuk itt a híreket a naphírébe főleg nem lehet elkerülni, és hát most sajnos a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb hírekkel folytatjuk. Végre vannak konkrétumok, ugye az elmúlt napokban arról beszélgettünk sokat különböző műsorokban, hogy nem tudják például házi orvosok, hogyha valaki veszélyes országból jön haza, és a karantént szeretné elkerülni, a kéthetes karantént, akkor ez a bizonyos magunk által fizetett COVID-teszt, ezt hogy néz ki? Na most a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján most végre ott vannak a részletek, és ezeket most mindjárt meg is mutatjuk önöknek. Elsőként pedig azt, hogy ez mennyibe kerül, zsebbenyúlós a történet, mert hogy innentől kezdve mindenkinek magának kell fizetni. Müller Cecília tiszti főorvos ajánlásával, illetve aláírásával itt vannak a részletek. Magyarán 27 ezer forint maga a teszt, a mintavétel ugye az, hogy kimennek majd ahhoz, aki ezt kéri, az 3500 forint. Van még egy fordítási díj, ez 1000 forint, az angol nyelvű lelet felára, és akkor ez így 24 órán belül elkészül, de még ennél is gyorsabb lehet egy napon belül 45 ezer forintért. Ez így mennyire oké? Sok, kevés, vagy itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy valaki két héttel korábban kijön a karanténból, amiért ugye, ha jól tudom, nem jár táppénz, tehát azért sokan ezt is mérlegelik. Hát, akinek mondjuk ennyi a nyugdíja, az nem biztos, hogy elutazna külföldre úgysem. Tehát lehet, hogy így gondolkoznak, hogy figyelj, kedves Klári néni maga úgysem egy külföldre, gyakorlatilag, ha meg mégis, akkor a következő havi nyugdíját is szerintem iszonyú sok. Tehát, hogy nálunk például otthon nagyon rezeg a léc, hogy bárhova elmenjünk ezen a nyáron, miután március óta ugye zéró bevétellel rendelkezünk, és ez mondjuk nagyon leegyszerűsíti a kérdést. Hát akkor nem. Tehát, hogy belföldön nem tudom, hogy ki hogy van vele, én nem úgy látom, hogy zuhanának az árak, de hogy külföldre ezek után biztos, hogy esélytelen, hogy elmenjen szerintem Magyarország. Négyötöde. Hát zöld országba is lehet menni. Hát igen, csak ugye a rizikó, hogy míg ott vagyok, mi lesz az belőle, és ugye ez nem csak az, hogy akkor hazajövök és két hétig otthon leszünk, hanem lehet, hogy amíg kint vagyunk, a nyaralásunk megdrágul mondjuk négy főnek 120-160 ezer forinttal, pedig nem ettünk egy fagyival se többet. Ugye nagyon veszélyes ebben a témában megszólalni, mert nem tudjuk, hogy ők milyen információs bázisra hoznak döntéseket. Ugye mi most mondunk valamit, beszélünk, és lehet, hogy a jövő héten itt ülnénk, és teljesen más mondatokat kéne elmondani. Én személy szerint nagyon nem értek egyet ezzel az egésszel, a pénzt irreálisnak gondolom, de én is beleláttam azt, amikor ezt először hallottam, hogy akkor több Balaton, kevesebb Brüsszel, ugye a magyar ember börtönbe érzi magát, ha nem látja egy évben egyszer a tengert, mondta a miniszterelnök. Érdekes, ilyen mondat is úgy szállt el, hogy nem is reagált rá senki, pedig, ahogy nem mondott, szerintem az emberek 4-5, de nem a tengert, a Balatont nem fogja látni ezen a nyáron. Ráadásul szabad strandok nincsenek, de hát ez a... Meg 900 forint a lángos. Igen. Kicsit hitelesebb lenne az, hogy ha a miniszterelnök akkor biztatna bennünket a Balaton nyaralásra, hogyha nem éppen a Veje vásárolná föl meg a gázszerelője a teljes Balatont. Jó, hát azért attól még mondhatja azt, hogy mindenki törekedjen arra, hogy amennyire lehet biztonságban tartsa magát. Meg hogy a Balatonnál költse el a pénzét. Igen, arra is. Megmutatjuk akkor a napkérdésének a mostani állását, mert hogy ezt kérdeztük önöktől, hogy ez reális, nem reális, ki csináltatná meg, ki nem, és hát 89%-a a minézőinknek azt gondolja, hogy nem, ez túl magas összeg, és csak 11% mondja azt, hogy így el lehet kerülni a karantént. És akkor beszéljünk még arról is, hogy ugye ebben a rádióinterjúban Orbán Viktor
beszélt arról, itt említetted a cigány zenészeket, hogy azért a járvány okozta kieséseket a zenészeknél, igenis most meghallotta a kormány, és 5 milliárdos keretet, több mint 5 milliárdosat elkülönítettek, ebből 800 millió jut a cigány zenészeknek, de ugye a lényeg az az, ez az 5 milliárd. Ez mennyire segítség a szektornak, és hát ennyivel mennyire lehet túlélni? Ugye egy átlag nézőnek 5 milliárd forint, ez rengeteg. Hát hagyd mondjak egy nagyon hasonló példát, ugye a TAO támogatás megszűnésével 37 milliárd forintot különített el a kormány, hogy segítse az előadó művészeket. Lehetett erre pályázni. Hogy konkrét példát mondjuk, a Gólem Színház például működési támogatásra kapott 4 millió forintot. Tehát, hogy persze, ez soknak hangzik, az a kérdés, hogy az a szerencsétlen cigány zenész... Mennyire pályáztatok? Vagy hát, mennyi lett volna az, ami... 20-30-40 millió forint, nekünk az éves költségvetésünknek az körülbelül a fele, és amikor ennyit adnak, akkor igazából most az a kérdés, hogy azt gondolják, hogy akkor... De látom, és tényleg nem akarok másokat mondani, akik alatta viszont kaptak 80-100 millió, vagy akár 1 milliárd forintot is állami társulatok, amik megalapulnak a Nemzeti Színház környékén. Tehát nem az, ez egy nagyon szép összeg, de hogy kik azok az emberek, akik kapni fognak végül, az azért az az igazi kérdés, amikor azokat a listákat végignézheti az ember, és azt tudja mondani, hogy hát ő, hát persze, hogy kaptak. Aztán ő, persze, hogy nem kaptak. Összességében ez egy jó dolog, de hát az a részletekben rejlik, az a turpisság. Az önkormányzatoknak, főleg az ellenzéki önkormányzatoknak osztanak lapot? Tehát, ugyanúgy, ahogy itt elhangzott. Ez pontosan ugyanaz. Én ma voltam egy iparkamarai rendezvényen, és véletlenül a díjazottak jelentős részét ismerjük a Fideszből. Tehát, de ugyanez az önkormányzatok esetében is. A múltkor láttam egy listát, hogy melyik önkormányzatokat segítették meg. Véletlenül egyetlen, egy független, vagy ellenzéki. Független volt közöttük, nyilván lehet Fidesz barát független. Ellenzéki vezetésű egy sem volt közöttük. Én azt gondolom, hogy az egész 3-4 hónap, amit mögöttünk van, ebben nagyon látványos volt az, hogy tulajdonképpen igazán oda komoly pénzeket, ahol nagy baj volt, nem adtak. Tehát ilyen nagyon felszíni és ilyen látszott kezelése volt a problémának. Ugye beszéltünk a munkanélküliségi meghosszabbításáról, 100 000 forintot kapni, de nagyon sok olyan javaslat volt, hogy egyszerűen lesöpörtek, és most azt látom, hogy megpróbálnak tüzet oltani, és egy hihetetlen országban élünk, egy szavukat sem hisszük el, tehát az lesz majd a vége, hogy el fogjuk kezdeni elemezgetni, hogy kikapott, és valószínű, hogy biztos a végén azt fogjuk mondani, hogy megint nem az történt, aminek kellett volna. Ugye az az érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy vannak jó ötletek, amik